Sziasztok, Smoky vagyok, üdv mindenkinek, folytatjuk a Valheim-mal. Kicsit előre mentem a dolgokban, itt egy-két napot át grindoltam, elég sok fát, követ, mindenféle dolgokat gyűjtöttem, és a változás, ami itt történt, itt látjátok, beadtam még két ilyen cooking station, tehát egyszerre több dolgot is tudunk sütni. Nézzük meg itt kint. Ennyi fát sikerült gyűjtenem. Tehát van egy ilyen lehetőség, most nem igen tudom megcsinálni, de hogy előveszik a kalapácsot, akkor itt a kalapács menüben van egy ilyen, hogy ilyen farakás wood stack. Ezzel tudjuk lerakni a fákat, anélkül, hogy különösebben helyet foglalnánk mondjuk ládákban. És apropó ládák, el is jött az idő, azt hiszem, hogy csinálunk egy-két ládát. Kicsit organizáljuk az inventorinkat. Még hozzá. Lesszont teszünk ide egyet. Többet nem is igen tudunk, ez a kettő most egyenlőre. És ha van már nálunk egy jó pár dolog, ami most biztos, hogy nem fog kelleni, az ez a Neck Trophy. Ez onnan jött, ugye, hogy megöltem azt ezeket a gyíkokat, néha dobnak ilyen trófeát, ezt kidobjuk. Jött két ilyen disznó trófea, meg van már négy darab szarvas trófeánk is. Ezek most nem fognak kelni. Következő dolog ez a beach seed, ez a beach fának a magja gyakorlatilag. És azt hiszem, hogy ez a szén se, ez onnan keletkezett, az egyik húst leégettem, abból lett a szén. Ennyi, és hát ebből is van már egy egész stack ebből a részünkből, ez egy elég fontos dolog. De most azt hiszem, ezt nem rakom ki, ez most itt elfér, talán ezt az... nem, hagyom azt is, oké. Okay. Jól van, na következő dolog, itt az egyik fa rakást elbontom, mert elkezdünk egy kicsit most már így upgrade-elgetni. Az első dolog, amit megcsinálok, fel-upgrade-eljük ezt a munkaasztalt. Ezt megint csak a kalapács menüben tudjuk megtenni. Az első dolog, amit tudunk csinálni, ez a chopping block. Csinálunk egy ilyet, ezt letesszük. Itt arra kell figyelni, látjátok, ahogy itt mozgatom ezt a chopping blokkot. Van egy ilyen kis összekötő, ezek a kis pöttyök. Hát ami azt jelenti, hogy tehát kapcsolatban áll, tehát hogy hatása van a munkaasztalra. Lerakom ide. Bár lehet, hogy itt hagyom. Valahogy így. Oké, okay, és ezzel, hogyha itt rámegyünk, meg is nyíltak új dolgok. Rámegyünk itt a munkaasztalra, először kijavítjuk a szerszámokat, akkor itt lehet látni, hogy most már kettes szinten van a munkaasztalunk. A következő dolog, amit csinálni akarok, ez egy óriási lépés lesz. Csinálunk egy íjat. Nagyon-nagyon fontos, nagyon hasznos, legalábbis én nagyon szeretem. Rengeteget használom is. A másik dolog, amit csinálunk, én szeretem ezeket a shieldeket, de ezt most pont nem tudom, mert elfogyott ez a leather scrap, tehát ez a fajta bőr, amit a vaddisznó dob. Úgyhogy ezt most hagyjuk, nézzük, mit tudunk még csinálni. Azt is szerintem egyenlőre hagyjuk. Viszont amit csinálunk, nagyon fontos. Egy jó pár, mondjuk legalább egy stack nyílveszőt, fanyílveszőt. Oké, hát 80-at sikerült, nem baj. És megnézzük itt az upgrade-eket, itt lehet majd a szerszámokat upgrade-elni, meg minden felszerelésünket. Nézzük, mi kell az íjhoz. Hát ez már csak fa kell igazából, úgyhogy akkor megint elbontunk egy fát. Nézzük. Hát upgrade.
és akkor tudjuk upgrade-elni az íjunkat, ez már akkor level 2. Nézzük meg, mi kell a 3-ashoz. Igen, ahhoz már viszont upgrade-elnünk kell a station-t is, tehát ezt a workbench-t. Úgyhogy addig nem fog menni. A workbench-hez viszont, hogy tudjuk upgrade-elni, nézzük, hogy mi kell. Tehát kell még egy dolog, ez a tanning rack. Ehhez viszont kellene nekünk még flintet találnunk, flintből csak egy darabunk, hogy 14-et, és kellene fog még leather scrap, tehát még le kell vadásznunk egy jó pár vaddisznót ehhez a dologhoz, de most már egy fokkal könnyebb lesz, ugye, mert most már van íjunk, óriási fejlődés, viszont gyártok még egy adag nyilvesszőt, legyen egy full stack, úgyis van itt lehet látni, bekerült az inventoriba, és ezt innen kitesszük, ide berakom, és ott van az íjunk, oké. Okay. Igen, és hát elég sok kaját is sikerült sütögetnem, van már egy teljes stack húsa, meg még 7 darab, van ebből a grilled necktailből, és majdnem egy full stack, van gombánk, van raspberry-nk, úgyhogy kajából jók vagyunk. Úgyhogy nézzük, elkezdünk itt vadászgatni, hát jóval könnyebb lesz most már ugye a szarvasokat főleg. Azok ilyen elszaladós fajták. Na most még egy dolog van, itt ilyen óriási szerencsénk van. Ezt láttam már nyilván az első részben is, csak én nem akartam erről beszélni. Hát itt van ez a hely. Ez gyakorlatilag itt látszik is, ez egy ilyen misztikus, ilyen altár. Amit itt lehet csinálni, gyakorlatilag ezen a helyen tudjuk megidézni a szarvas, tehát az első ilyen boss-t. Ennek majd hoznunk kell egy pár dolgot. Nézzük az első áldozatunkat. Ennyi volt egy vaddisznó. Viszont valószínűleg le fogok menni itt a partra, mert ugye keresnünk kell flintet is közben. Ez mellé ment. Az vaddisznó be van ott indulva nagyon. Szerencsére most ide jött kettő is. Húgen és na igen, itt most van egy ilyen, szoktak lenni ilyen rédek. Amikor ezek a különböző bosszok, tehát most itt éppen itt ki is van írva ez az Eiktér, ránkuszítja gyakorlatilag így a környezetünkben levő állatokat, meg mindenféle dolgokat. Itt jönnek is ezerrel, de ez tök jó, mert most pont nekünk kellenek a nyersanyagok. Főleg ez a bőr, ez is nagyon jó. Köszönjük szépen, mondjuk lehet, hogy fogok enni. Húha. Majdnem ki is púcantam. Ó, kipúcantam, oké. Nem figyeltem oda. Semmi gond, gyorsan felszedjük dolgainkat. Oké. Gyertek. Töltem még egy-két vaddisznó, nem most már pont véget ért ez a rally. Na ez van. Ez itt nyilván most még itt az első biómában vagyunk, ugye ez a, hát nyilván ez a leggyengébb vagy legegyszerűbb bióma. Legbékésebb mondjuk így. Aztán majd később jönnek az egyre nehezebbek, a fekete erdő, mocsár, nem mindenféle egyéb biómák. Próbálok itt a parton végigmenni, és szoktak lenni általában ezek a flintek. Part mentén, sokszor bent a vízben, úgyhogy itt figyelni kell egy kicsit jobban. Elvesszük a ruhát egyébként. Legyen valamennyi védelmünk, majd azt azért fogunk csinálni. Na és itt van egy húha, itt van egy falu. Na ezt még nem is láttam. Van egy falu. Meglátjuk, hogy mit találunk itt benne. Egyből látok egy vaddisznót. Próbáljuk lelőni. Öpec.
Ezekben a házakban szoktak lenni mély kaptárok, a szerencsénk van lesz. Lesz itt is. Vannak ilyen farakások. Itt elfelnek álljuk ezt a gyereket. Ja. Szuper. Másik. Van egy szarvas, na már próbáljuk azt is kilőni. Nem sikerült, mert közben betámadott ez a... Húha, itt már van egy... Nem azt hittem, igen, ez már egy egycsillagos. Már egy egycsillagos ilyen törpe. Ezek már azért veszélyesek. Így kezdetben legalábbis. Azért nem esünk kétségbe. Oké, sikerült megölni. Szuper. Sajnos nincsen mély kaptál, viszont van egy láda. Na, itt is van két darab flint, mert találtunk ilyen flint head arrow-t, ez már egy erősebb ilyen nyilvessző. Még két ágy is van. Na, találtunk egy embert, ezeket majd később. Hát ez még valószínűleg jóval odébb van, de ezek ilyen értékes dolgok, ezeket el kell raktározni, és akkor majd előbb-utóbb bele fogunk akarni egy ilyen utazó kereskedőbe, akinél az összes ilyen értékes dolgunkat el tudjuk adni, és tudunk nála venni. Nagyon-nagyon fontos ilyen kiegészítőket, tárgyakat, mindenféle dolgokat. Beszéltem az első részben arról, hogy na, itt van egy két Raspberry. Hú, és ez már itt a Black Forest, most bekerültünk a Black Forestbe hirtelen. Igen. Ez már egy jóval veszélyesebb biome, mint ez a Meadows. Na, itt egy flint. Na és itt elindult a nagy vihar, igen, itt ilyen dinamikus időjárás van a játékban. Ezt szoktak változni elég rendesen az időjárási viszonyok. Most ilyenkor, amikor esik az eső, akkor a madarak hajlamosak arra, hogy leszállnak a földre. És ők az, akiket igazából csak nyilvesszővel vagy nyillal tudunk leszedni, ők madártollat dobnak, ami szintén fontos alapanyag lesz. És van egy flint. Nézzük, mennyi flintünk van. 4 darab, hát nem túl sok. Nem túl sok, sőt, elég kevés. Elszedjük a követ is. És itt most ugye kiírta a játék, hogy túl sok mindent viszünk. Ki kell dobnunk egy-két dolgot, lehet ezt a fát kidobjuk, elértük ugye a 300 kilós határt. Meg hát ugyanazt elmondja, amit most elmondtam. Megint egy flint. Azt hiszem ideje visszamennünk. Szóval visszajöttem és aludtam is egyet. Az eső viszont még mindig esik, vagyis hát tart ez a vihar. Ja nem, pont elállt. Na, de jó, oké. Okay. Gyönyörű szép reggelünk van. Na itt ez a dolog, erről se beszéltem még, itt ez a hely, ez pedig, itt látjátok ezeket a különböző ilyen köveket. Ez itt gyakorlatilag a 1, 2, 3, 4, 5 bossnak, amik most elérhetőek, ilyen bosszok, azoknak a trófeájának, amit majd eldobnak, miután végeztünk velük, a
trófeáknak a helye is, és ezek a trófeák adni fognak nekünk egy-egy ilyen specifikus ilyen extra erőt, majd meglátjátok, nagyon érdekes, és ez így tök jó, hogy egyből itt van minden közel hozzánk, tehát itt tényleg ez az áldozati hely, ez egy nagyon jó dolog, hogy itt közel van. Ott a távolban látjátok ezt a hegyet, az már egy hegy bióma lesz valószínűleg, ugye akkor nem messze van tőlünk. Egy fekete erdő bióma. És egy másik nagyon-nagyon fontos dolog, amiről még megint csak nem beszéltünk, az M gomb lenyomásával előjön a térkép, ezt lehet így zoomolni az egérnek a görgőjével, és ami nagyon fontos, be lehet jelölni mindenféle dolgokat rajta, úgyhogy itt ráklikkelek erre a házikonra, és ide klikkelünk, bejelöljük. Hát sokat gondolkodtam, hogy minek kéne elnevezni ezt a házat, aztán kitaláltam egy nagyon szofisztikált nevet neki, az lesz a neve, hogy ház, úgyhogy tök jó, hogy ez megvan. Majd később fogunk találni mindenféle nyersanyagokat, főleg majd már a fekete erdőben, azokat is érdemes lesz bejelölgetni, meg lesznek még egyéb dolgok, amikre így érdemes odafigyelni, meg érdemes megjegyezni a térképen őket. Itt, amit látjátok, itt a környékem elég rendesen kiirtottam a fákat. Ugye ott már lehet látni a távolban, itt van ez a hegy bióma, ilyen havas dolgok vannak. Hát itt kezdetben ezzel nagyon vigyázni kell, itt lesznek hát egy-két olyan dolog, amitől most még elég messze vagyunk, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt, lesznek ilyen sárkányok, lesznek farkasok, úgyhogy ezek még kicsit odébb vannak. Ezektől próbálom magam távol tartani még egy ideig. Itt van ez a kis struktúra, körbe van rakva kövekkel, ez is egy ilyen mitológikus hely, hogyha jobban megnézitek, nem tudom, hogy így felülről kicsit, ha rá tudok így nézni. Ez gyakorlatilag egy ilyen hajónak az alaprajzát rajzolja körbe, és itt lehet találni kincseket, itt is tehát el vannak ásva ilyen ládák, mindenféle dolgokat tartalmaznak. Ehhez viszont megint csak kelni fog a csákányok, viszont van egy vaddisznó. A nyílvesszőket nem lehet felszedni, sajnos jó lenne pedig, úgyhogy azok ilyen egyszer használatosak, mindig újra kell gyártani őket sajnos. Ezekből is van egy jó pár fajta, így ahogy haladunk előre a játékba, lesznek mindenféle verziói, lesznek erősebbek, lesznek olyanok, amik ilyen mérgezettek, fagyasztós nyílvesszők, lángolós nyílvesszők, lesz mindenféle verzió, de ezek még nagyon odébb vannak. Hát nem sajnos, majdnem azt mondtam, hogy sajnos, de igazából ez a szépség a játéknak, el kell jutni oda. Az oda vezető út is nagyon érdekes. Na és itt van egy másik ilyen kis sziget. Hát ide át tudunk úszni elvileg, most mondjuk szerintem nincs olyan szinten a staminánk, hogy át tudnánk úszni, bár lehet, hogy át tudnánk igazából, de most ilyen különösebben nincs rá okunk, hogy átmenjünk. Most itt ezen a szigeten maradunk, főleg meg ebben a bajomban. És itt egy érdekes dolog, itt van találtunk megint egy ilyen altárt, ami gyakorlatilag ugyanannak a bossnak, ennek a szarvas bossnak, az első bossnak egy másik altárja, tehát van neki több is. Az első egy-két bossnak van több altárja, később viszont már nem nagyon van több, tehát ott általában már csak egy-egy van belőlük. Általában nagyon messze el kell menni, mert majd fogunk tudni hajózni a későbbiekben, hajókat tudunk építeni, annak is három különböző verziója van, és már ilyen nagyobb volumenű felfedezéseket fogunk tudni tenni. Ez is egy külön érdekes dolog ebben a játékban. Igen, itt is van egy falu. Itt is vannak raspberry-k, ez tök jó. Ezeket is mindjárt bejelöljük a térképen. Nézzük meg itt a házakat, van-e mélykaptár. A mélykaptár az nagyon értékes ugyancsak, mert abból tudunk csinálni
vagyis hát ezek ilyen mély kasok, bocsánat, és hogyha ezeket leszedjük, ott tudunk csinálni magunknak mély kaptárt, ami méhek elkezdenek mézet termelni, folyamatosan termelik, és ez egy ilyen állandó élelemforrás. Ott van egy mély kas. Ezt lelőjük élvesszővel, vagyis íjjal. Előtt is. Ott van a mély királynő. Akkor kicsit várni kell, hogy elmenjenek a méhek. Elszedtük, fogunk tudni csinálni. Itt is van egy-két dolog. Na, itt is van ugye ez a pénz. Ezt is majd el fogjuk tudni költeni a kereskedőnél, akiről beszéltem korábban. És akkor... még itt is van Raspberry, ez nagyon jó. Ezt be is jelöljük, rakunk ide egy ilyet. Raspberry falu. Kezdődik megint a hegy. Havas hegy oldal. Hát ezzel mi nagyon vigyáznak. Az egyik nagyon nehéz dolog, ugye, ahogy itt kezdünk bemenni ide erre a havas részre. Egyszer csak elkezdünk fázni, aztán, hogyha megyünk tovább, akkor nem csak fázni kezdünk, hanem elkezdünk megfagyni. Az így folyamatosan szedi lefelé az életerőnket. Erre is nyilván majd később lesz megoldás, tudunk olyan ruhákat gyártani, páncélokat, amik védenek a fagyás ellen. Sőt, majd tudunk főzni ilyen mindenféle potionokat, amik szintén mindenféle dolgokra jók, az egyik például fagyás ellen. Na oké, visszaértem. Na nézzük, van itt még a ládában flint, és lehet, hogy akkor meg is tudjuk csinálni a következő upgrade-ünket. Még ehhez kellett volna leather scrap. Van nálunk 18 darab. Pont kellett volna kettő. Na, nézzünk csak szét, hátra találunk még egy vaddisznót itt hirtelen. Megvan a 20 disznóbőr. Meg tudjuk építeni ezt a következő upgrade-et munkaasztalhoz. Most már halmari szinten vagyunk. Ami azt jelenti, hogy fel tudjuk még jobban tolni az íjunkat. Sajnos kellni fog hozzá megint csak 8 darab ilyen disznóbőr, úgyhogy megyünk tovább, hát ez van. Ezeket a dolgokat kidobjuk, itt van egy-két olyan dolog, ami nem kell, hogy nálunk legyen. És hát nagyon fontos, építünk egy mély kaptát. Szuper. Ezeket ide fel tudjuk tenni a háznak így a szélére, a tetőre például. Hát tudjuk csekkolni, ha itt azon kiírva, hogy the bees are happy, akkor azt jelenti, hogy minden rendben van, tehát a méhek fognak termelni mézet. Négy mézet árol egy méh kaptár, tehát az a maximum. Utána leáll a termelés, nincs más ilyen szankció vele, tehát annyi, hogy nem termel többet. Érdemes kiürégetni. Ez is a későbbi ebben egy nagyon fontos ilyen főző alapanyag lesz. Kezdetben viszont nagyon jó ilyen extra ilyen kaja forrásnak. Oké, na meg is van a 8 bőrünk, nézzük. Itt van az upgrade, itt van a nyíl, és upgrade 3.
Barabim barabom, ez kész is van. És még lehetne egy negyediket, de ahhoz már megint a upgrade-elnünk kellene a workbench-et, amit most per pillanat nem fogunk tudni megtenni. Úgyhogy van kajánk bőven. Nézzük csak nem is tudom ezek közül melyik a jobb. 15, 10 meg 20. 15 meg 20. Valószínűleg ez jobb kaja, a gomba. Mert most gyakorlatilag az történik, hogy készen állunk lassan arra, hogy felvegyük a harcot a bosszal. Egy-két dolgot meg kidobok, ami nem annyira fontos. Kajából is jól begyűltünk, már van egy extra stack húsom, van 8 darab extra grilled. Grillezett nyakfarok igazából az a neve. Na nézzük, és ami jó hírt találtunk ebből a flint arrowból, flint header-ból, ez 27-et szúr, a sima az meg 22, tehát ezért picivel talán jobb, úgyhogy a jobb a gélgombbal ki lehet jelölni, hogy most akkor ebből fogunk lövöldözni, amit tart, aztán automatikusan átvált a gyengébre. Ez így működik, és még ami fontos ahhoz, hogy elő tudjuk hívni ezt a szarvas bosst, vinnünk el magunkkal 2 darab ilyen szarvas trófeát. Lehet olyat csinálni, hogy meg lehet osztani egy stacket, itt azt kell csinálni, hogy a bal shiftet lenyomjuk, és akkor így klikkelünk rá, és akkor be lehet állítani, hogy hány darabot akarunk kivenni egy stackből. Most 2-t. Most ide berakjuk. Ez a kapa, ez most nem is kell nekünk, hogy nálunk legyen. Nem is értem, miért van nálam. És hát körülbelül ennyi. Úgyhogy szerintem készen állunk a harcra. Előtte alszunk egyet. Jól bekajálunk. Akkor megvárom, hogy felmenjen maximumra az életerő. Még addig, ami benn vagyunk a házban, ugye itt lehet látni, ami benn vagyunk a házban, itt a jobb felső sarokban, ugye most ez a komfort 4-es fokozatban vagyunk, ami 11 perc ilyen rested státuszt ad nekünk, ugye ezt már mondtam az előző részben, ez azt jelenti, hogy gyorsabban regenerálódik a staminánk is, meg az életerünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy készen állunk a nagy csatára. Hogy ilyenkor annyit csinálunk, ide jövünk a javány, csak hát még annyit csináltunk gyorsan. Van szerintem elég szarvas bőrünk. Hát olyan rengeteg nincsen, de egy páncélt tudunk csinálni, egy ilyen bőrpáncélt. Egy bőrruhát. Ugye a felsőnk az van, akkor csinálunk egy alsó részt, és akkor azzal kapunk egy extra 2, vagyis igen, egy 2-es armort még pluszba. De most 1-es armorunk van, hogyha ezt felvesszük, a nadrágot, akkor itt most felment 3-asra. Majd még kéne találnunk ilyen szarvas bőrt, és akkor tudnánk vagyis meg tudnánk csinálni a felső részét is ennek. De most ez van. Oké, ezt a fát is kirakom, felesleges, hogy nálam legyen. Flintet is. Hát tényleg csak ami fontos. És ennyi, kajálunk még egyszer. Igen, ezek az ételek még az elején nem tartanak túl sokáig, az ajtót bezárítna, hogy bejöjjön valami rossz fiú. De jövünk ehhez az altárhoz. És a 4-es helyen van a 2 trofi, úgyhogy a 2-szer meg is nyomtuk, és jön is. Próbálom elvinni innen a háztól, nehogy összerombolja itt a házunkat.
és ott a nagy boss. Itt egy nagy fal, hogy itt körül fogjuk kerülgetni egymást. Na, elég jól le is vette az élet erejét. Általában ezeknél a ilyen boss fightoknál az időjárás is megváltozik, mint látható. Majdnem elkapott. És spórolnunk kell a staminával, nem nagyon van. Már felénél jár az éltereje. Hamarosan megvan. Minden jól megy. Ne menj el, ne menj el. Egy Greylink is potyázni. Gyerünk. Érzem a valagomban a lehelletét a nagy szarvasnak. Annyira közel jött. És már mindjárt megvan. Kész. Megvan az első boss. Bomba. Na, kaptunk itt egy csomó mindent. Az egyik legfontosabb dolog, hogy tudunk csinálni most már csákányt. Éltelen az időjárás is megváltozott, mit látjátok? Nézzük, mit akar mondani a madarunk. Oké, elmondta azt, amit már én tudok. Vissza kell mennünk, van ez az áldozati kör, ugye? Ide betesszük szépen a trofit, amit kaptunk, a trófeát. És feltettük ide, bum, kész vagyunk, itt történt egy ilyen kis dolog. Megjelent itt az E gomba, tudunk aktiválni, ez az Activate Power. Tudjuk aktiválni ennek a bossnak, ennek az Eiktírnek az erejét. Ezt meg is tesszük.
Ez azt csinálja, ez az erő, hogyha benyomjuk, hogy, hogy tehát amíg tart az erő, azt hiszem 5 percig tart, és 15 percbe kerül, amíg regenerálódik, és amíg tart ugye az erő 5 percen keresztül, addig jóval lassabban csökken a staminánk, tehát tovább fogunk tudni sprintelni, meg egyéb ilyen dolgok. Itt kaptuk ezt a dolgot, ezt a Hard Antlert, úgyhogy ebből fogjuk tudni megcsinálni az első csákányunkat. Viszont itt most itt is eljött egy történelmi pillanat, szerintem már lesznek. Van egy darab mézünk. Bum. Okay. Van a méz. Ez életerőt, meg staminát is 20-20-at növel, ami nagyon jó, hogy a healing az tickenként 5 HP. Az időtartama viszont nem túl hosszú, csak 300. Hát nem a legjobb kaja, viszont amint mondtam, ez egy fontos ilyen kaja alapanyag lesz későbbiekben. És most azt hiszem, hogy visszaváltok a gombáról a rest bőrire. Gombából kevés van. És nézzük, mi kell ahhoz, hogy tudjunk csinálni csákányt. Itt a csákány kell hozzá 10 darab fa. Nem probléma. Meg is jelent. És bum, kész az első csákányunk. Nagyszerű. Ezt az antlert, ezt el is rakom. Ebből jól tudom, nem is igen fogunk találni többet. Ezzel is óvatosan kell bánni. Hát igen, itt most a madár az azt mondja, hogy most már ugye akkor elvileg készen állunk arra, hogy meghódítsuk a Black Forest-et. Ott fogunk most már tudni találni ilyen bányászható dolgokat többek között. A kapört, ami ugye rezet jelent magyarul, meg lesz egy-két más dolog is, tehát hogy már gyakorlatilag ahogy belépünk a Black Forest-be, hogy elkezdünk ott tevékenykedni, és elkezdünk tudni bányászni, be fogunk tudni lépni az úgynevezett bronz korszakba, tehát elkezdődik az a része a játéknak, amikor fogunk tudni csinálni bronz szerszámokat, meg egyéb finomságokat. Úgyhogy srácok, ennyi volt a mai rész, hát azt hiszem, hogy elég jól haladunk. Második részben ugye sikerült legyőznünk az első bosst. Ugye van egy jó kis házunk, elég jó fel vagyunk most már is szerelkezve. Ugye majd még csinálom kell egy felső részt, hogy legyen a mostani szintünkhöz képest teljes védelmem. Úgyhogy ennyi volt, köszi a figyelmet, hamarosan folytatom tovább, legyetek jók, Smoky voltam. Ciao.